Vati Zsuzsa, családi hétvége. Talán a jó idő miatt. Halottak napján olyan vidám volt a temető, mintha tavaszi napforduló lett volna. Áramlott fölfele a sok ember, a hozzátartozókkal való találkozás közeli örömével, s mert többnyire a családtagok többen együtt jöttek, könnyű volt elhinni, hogy nem is a temetőbe, nem egy halott apához, anyához, hanem családi találkozóra jöttek, amilyen egyszer van minden évben, mint a karácsony, új év, húsvét. Akik lefele jöttek, azoknak is vidám mosoly volt az arcán, mint akik azt mondják, nem jöttünk hiába, megvagyunk, együtt vagyunk, minden megvan. A gyerekek kergették egymást, mint a játszótéren, sikongtak, ismerkedtek. Pszichó is a családjával jött. Két gyermekével, gyermekei gyermekével, a gyermekek feleségével, férjével. A gyermekét váró anyuka olyan szép volt, mint talán sohase. Táskáját a férje hozta, és a másik anyuka tolta a gyerekkocsit, benne a 4 hónapos csecsemőt. A 3,5 éves nagy testvér az egyik sír körül futkosott, és azt kiáltozta, érjutol, ha tudsz, érjutol, ha tudsz. Sütött a nap, mint nyárutón. Ki kabátban, ki sejemblúzban, ki kardigánban, vagy pulóverben volt. És a temetőben lévők örültek, hogy létezik ilyen halottak napja is. Sőt, biztosak voltak benne, hogy a halottak is örülnek neki. Pszichónak, ki tudja miért, az jutott eszébe, amit egy néhány évvel ezelőtti temetésen egyik barátjuk mondott, aki hivatásszerűen mindig mindenkit meg akart hökkenteni. A halál tulajdonképpen egy jópofa dolog. Pszichó most sem érti, mi a jópofa benne, de elmulasztotta megkérdezni, és most már nem tudja. Mert Gyula, a hivatásos meghökkentő is, forgatókönyvíró, prózaíró és költő, elment. Ők pedig odaérnek a társ, az apa, a nagyapa a jó barát sírjához, és a síron álló angyalhoz. Leteszik a virágokat, megsimogatják az angyalt, és a legnagyobb gyermek, a 3,5 éves nagy lány ráül a sírra, maga elé teszi az egyik csokrot, és azt mondja, itt az én lakföldem. És mert a felnőttek mosolyognak, hozzáteszi. Most a temetőben vagyok, de délután elmegyek a népfesztiválra. A kisebbik gyermek, mintha meg akarná mutatni, hogy ilyen jól sehol se lehet aludni, csukott szemmel fekszik a kocsiban, meg se mozdul. Az emelkedő földúttól sem ébred fel, a nagyobb gyerekek kiáltozásától se. Pszichó örömmel állapítja meg, hogy a családi temető látogatás igazi együttlét. Ha valaki egyedül jön a sírhoz, a hozzátartozónak nem azt meséli el, hogy tegnap mi történt, vasárnap kivel találkozott, hanem a szokásos panaszt, hogy nehéz egyedül, ugye tudod, azt is tudod, az ember nem arra való, hogy saját magával beszéljen meg mindent, hogy magától kérdezze meg, amire eddig se tudott magának válaszolni, de mielőtt folytatná, a 3,5 éves gyermek melléje társul. Tegnap volt a névnapom, mondja, mire pszichó zavarba jön. Elfelejtettem? Miért nem köszöntöttem meg? Ha nem 3, hanem 13 unokám volna, akkor is tudnom kellene, gondolja. És mindjárt elhatározza, 2 naptárt fog ezentúl az asztalán tartani. A nagyobbik mellett egy kisebbet is. Ebbe írja bele a családi, baráti születésnapokat, névnapokat. Mit kaptál ajándékba? Kérdezi a picitől. Fagylalt készítőt. Ezen ő lepődik meg, mert bár a játékok 1000 fajtáját látta már, de hogy fagylalt készítő is létezik, eszébe sem jutott.
A fáradhatatlan gyermek, hercegnő, ezután a gyermeket váró leendő anyuka kezét fogja meg. Megy mellette, nézi a szembejövőket, és elmeséli, hogy mi történt tegnap az óvodában. Tegnap gombariadó volt, mondja. Valamennyien lementünk az óvóhelyre, és amíg várakoztunk, Sárival megmacíroztuk a lábunkat. Még egy kis gyalogolás, és már is odaérnek Pszichó öccse sírjához. A testvér, akit nővére annak idején hol Domuzinak, hol Akáciusznak szólított, korán ment el. Mint aki elfelejtett, vagy nem ért rá azon gondolkozni, mit kell másképp csinálni, hogy még 50 év után is éljünk egy ideig. Mikor valamennyien körülállták a sírt, Pszichó tisztán hallotta, hogy öccse nem is annyira a mélyből, inkább valahonnét fentről vidáman azt mondja, kicsik, nagyok, rendes tőletek, hogy eljöttetek, hogy minden eljöttetek. Aztán a gyermek elindul lefele, ők libasorban mennek utána, megkönnyíti az útjukat, hogy most már lefele mentek, nem felfele. Ez a visszafele út is jókedvű, mintha a meleg, a szokatlanul fényes napsütés mindenkit meg akarna cirógatni, csiklandani. Egyszer csak ott álltak a temető kijáratánál, bejáratánál. A téren az ismert szobor, Főnix. Körülötte rengeteg égő gyertya és ember. A szobor diadalmas szárny és fejtartása jelzi, azon kevesek közé tartozik, aki legyőzte a halált. Meghalt többször is. Ezután is meghal, de mindig feltámad. Ezt egy apa meséli a gyermekeinek, és azt is, hogy a madár tollai arany és bíbor színűek, tápláléka harmat és cédrusvirág. 500 évig él, mondja, mielőtt meghal, fészket készít magának, és énekel. Akkor tűz jön az égből, elégeti, de 3 nap múlva megint él. Sokan állnak a halált legyőző madár körül. Nézik, előveszik saját gyertyájukat, meggyújtják, és remélik, hogy amit most kívánnak, teljesül.